Üdvözlök mindenkit az új Interstate 82 részben. Én Benyoboly vagyok, 2013. február 14-én, csütörtökön, kereken 20x30 perckor, én itt az angyalföldi panelrengetegből. Jó ideje nem volt Interstate rész, de most remélem, hogy egy elég izgalmas pályát fog nektek bemutatni, sőt biztos vagyok benne, hogy meg a körmötöket is le fogjátok rágni, ugyanis nem más változtattam az autón, mint hogy fegyvertelenül fogok neki vágni az egésznek. Szóval az összes fegyvert eladtam, ami az autón volt. Minden beállítást azt visszaállítottam alapszintre, és a páncéloktól is megváltam. Hogy miért? Mert kurvára megtehetem azért. Na, de majd meg fogjátok látni, hogy ennek miért volt szüksége. De egyelőre most nézzük meg a cég animációt, és majd utána elmondom. Igen, ez egy elég hosszú lesz, másfél perces, ha jól emlékszem körülbelül. És itt láthatjuk a túlszulejtett Creepert, aki most éppen nem beszámítható állapotban van, és az enyhén retardált Skeetert, aki nem is tudom, mint ha valami láthatatlan terminátoros autót vagy repülőgépet vezérelne. És igen, Sky-nak a bűne az, hogy most nem tudunk beszélgetni a Creeperrel. De a lényeg, most a Skeeter kezében lévő elég groteszk, enkinéző, ilyen ezer éves pónkonzolszerűség, ugyanis azzal tudtak lenyomozni minket mindig a creeperek, és most megkeressük azt, hogy vajon mi volt az, amivel meg tudtak találni minket. Tehát hova dugták azt a bizonyos dolgot, ami küldte nekik a jelet, és ez nem másban van, mint Groove-ban. Úgyhogy, és ráadásul a fejében, úgyhogy, de nem kell semmi groteszkre gondolni, majd meglátjátok, hogy hol van benne. Persze a Sky az nagyon szeretné, hogy kivegyük belőlem, úgyhogy ezt majd Skeeter fogja megoldani egy nagyon egyszerű megoldását. Nem szép szegény Groove, hát ezzel az ütéssel meg még annyira nem tettük szebbé az arcát. Úgyhogy tetszik, hogy milyen lazán kiköpte két fogát, tehát igazából nem nagyon érdekeltem, vagy nem nagyon fájt neki, úgyhogy egész jó a fájdalom küszöbben, mit ne mondjak. És láthattátok azt a kamu fogat, ami meg volt bütykölve ilyen jelzőberendezéssel. És jöttek a rendőrök is, mert ugye a cirkuszi balhét azt ők sem nézhették tétlenül, úgyhogy el kell menekülnünk előlük. Úgyhogy lassan kezdjünk is neki a pályának, én azt mondom. Na, itt is vagyunk az ismerős töltő képernyőnél. Ja, és nem is mondtam még ráadásul, hogy még ilyen fosbarnára is festettem az autómat. Kérdezhetitek, hogy miért? Hát azért, mert ezt az autót úgy itt fogom hagyni a pálya elején, mint egy darab szart. Na, és látjuk, hogy üldöznek minket a rendőrök, és menekülünk előlük, mint állat. És többek között azért sem raktam fegyvert az autóra, és ezen a pályán nem lehet megölnünk senkit az ég egyet a világon. Egyrészt rendőrt ölni nem etikus. Igaz, ezt aurószék pont leszarják nagy ívben, viszont attól félnek, hogy ha esetleg megülünk párat közülük, akkor még nagyobb erővel fognak ránk támadni, és azt már senki nem élné túl. Ezek nem a nagyon rendes rendőrbácsik, hanem ezek a kórus zsernyákok, akik ráadásul valamiért értetetlen megmagyarázhatatlanokból németül beszélnek a legtöbb esetben, tehát német akcentusuk van, sőt még egy Wolfenstein 3D referenciát is hallhattunk az egyikük szövegében, de azt majd a videó végén be fogom vágni külön. Megpróbáltam ezt a pályát, csak akkor nem sikerült, úgyhogy remélem most sikerülni fog. És a lényeg, hogy menekülünk előlük, és Sky ugye letért az útról, mint azt láthatjátok, és egyedül fogunk neki menni ennek az egésznek, és majd a pálya végén újra össze fogunk találkozni, hogyha minden jól fog alakulni, és ez a terv. Úgyhogy nem is tudom, mikor lesz végén a cég animációnak, kicsit hosszú. Meg úgy néz ki, mintha én vezetném a rendőrautót, pedig nem. Na, opá, igen, és már is kezdenek lőni minket, mint az állat. És itt van egy rendőrautó, itt a bal oldalon, amit könnyen el lehet lopni, hogy ügyesek vagyunk. Csak meg kell várni még nehogy szétrobbantsak minket, mert az nem egészséges. És ott van egy gyönyörű, szép szőke, kékszemű rendőrbácsi, hogy meneküljünk is. Közben kinyomom a szirénát, mert az mocskos idegesítés, ráadásul mindig automatikusan be van kapcsolva. Láthatjátok, hogy sima gépfegyver, tehát egy könnyű gépfegyver, egy nehéz gépfegyver és egy ilyen követős rakéta van az autón. Plusz tele van nyomva páncél alul, úgyhogy érdemes ügyelni erre, elég erősek ezek az autók. Pluszban még most el is kezdtek fölgyújtani minket, de alig sem ez, mint láthatjátok. Na, csak nem tudom beszélni, megint fölgyújtottak, tök jó. Na, itt, hogy elmenjük jobbra, akkor lesz egy sárga sportkocsi, de azt nem nagyon loptam el. És igen, itt van az zuglatás. Itt a rendőrautó 61 mérföld a teljes végsebesség, és hogyha nem ennyivel megyünk neki ennek az ugratónak, akkor nem fogjuk tudni megcsinálni. Úgyhogy tök jó, hogy na, sikerült. Az szép, ott kibágzódott egy picit a játék, plusz fel is borultam.
Amúgy nem baj, hogyha felborulunk a játékba, mert simán vissza tudjuk állítani az autót. És láthatjuk, hogy itt zuhannak a rendőrök a sziklán. A szikláról legalábbis. Úgyhogy tök jó, igen, Taurusnak végül is tényleg nem öltek rendőr, csak így végignézték, hogy többen meghalnak így bennégnek az autókba, mert lezuhannak, úgyhogy nem szurult belé túl sok empátia, amit nem mondjak. Szóval azt a két tüzes baromságot azt ki lehetett volna kerülni, de hát most elfejtettem kikerülni, viszont most így a bemutatom nektek, hogy itt elég szépen le lehet vágni azért itt a pályát, úgyhogy itt érdemes erre a homokos, havas dombok felé elmenni. És igen, itt lesz mindjárt a vége, nagyjából a pályának, hogyha jól emlékszem. Igen, itt még fognak lövöldözni ránk, és vagy megpróbálunk itt így felugratni majd jobb oldalt. Mármint azt fogom megcsinálni, legalábbis, igen. Há, sikerült. Na igen, ez a nehéz megoldás, amit most csináltam, illetve van még a könnyű megoldás, hogyha megpróbáltok áttörni, de ez általában nem szokott sikerülni. Mint hogy most nekem sem sikerült volna miért átmenni azon a hatalmas üres tátogójukon. Hát az meg nagyon nem találta minket. És körülbelül ennyi is a pálya, kész is. Még mindig is megnéztem, hogy meg akartam nézni, mi van itt a táblán. Tourist tilt for welcome to Cancer City. Rákország. Hát ez elég érdekes egy megyének. Mármint a country az inkább most megye. Na mindegy. A lényeg, hogy ennyi volt ez a pálya. Ez végül is gyorsan ment, mit nem mondjak. Örülök neki, hogy ezt sikerült összehozni. Úgyhogy igazából ennyi. Most megyünk tovább majd a bázisra. A katinai bázisra. De hogy miért, azt majd remélem a következő részben meg fogjátok tudni. És köszi, hogy néztétek. Ez egy elég gyors pálya volt, tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen jól sikerül, mert egyáltalán nem egyszerű. Ráadásul még a rendőrautókat is sikerült ellopnom, ami tele van kurva páncéllal, úgyhogy rengeteg pénzt lehet ezzel spórolni, hogyha ezt ellopjátok. Úgyhogy ennyi lett volna. A következő kis klipben, persze nem fogok alávágni zenét, nehogy romák újra engem a YouTube szerzőjogi követelések miatt, ilyen vicces ugratás fogok bemutatni nektek, amit ott láttatok, hogy ott elég érdekesen megdobott engem a játék, úgyhogy abból párat összeválogattam, amit így viccesnek találtam, plusz még a német nyelvű referenciákat is összevágtam a rendőröktől. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, sziasztok! Just wasted a cup. Note to self, don't waste the fuck.